Fényárban úszik a Cseh-főváros, ezekben a napokban tartják ugyanis a hagyományos Prágai Fényfesztivált. Ez az első nagyszabású nyilvános rendezvény a korlátozások enyhítése óta. Idén a természeti jelenségek és a klímaváltozás okozta problémákra kívánják felhívni a figyelmet. Fényárban úszott a Moldva folyó partját ékesítő Szent Ciril és Metód székesegyház barokk épülete a Cseh-fővárosban. Ezzel a látványos műsorral nyitották meg a világjárvány miatt kényszerpihenőre ítélt Prágai Fényjátékok Fesztiválját. Ez az első nagyszabású nyilvános rendezvény a városban a járványügyi korlátozások feloldása óta. A művészet tápláléka léleknek és az elmének is. A koronavírus alatt tapasztaltuk meg igazán, hogy a művészetek nélkül az emberi élet kiüresedett és szomorú. Ezért is akarunk még inkább örömet és energiát varázsolni a méltán híres prágai környezetbe, mondta a rendezvény igazgatója. A fesztivál középpontjában a természeti jelenségek és az égető problémát jelentő éghajlati változások állnak. A programsorozat idején 15 installáció tűnik fel a város több pontján, de vannak 360 fokos kupolavetítések és 3D-s effektek is. Az interaktív programok és a monumentális bemutatók kicsiknek és nagyoknak egyaránt garantálják a felejthetetlen élményt. Egy pillanatig olyan érzésünk volt, mintha egy csatornában lennénk, és a szél vinne minket előre. Olyan színes volt, mint amilyen megindító, mondta az egyik néző. A legtöbb program ingyen látogatható. A fesztivál vasárnapig tart.